Jó estét kívánok, kezdjük tehát az egyenes beszédet Lendva Ildikóval, Herényi Károllyal és Dajcs Tamás főbevalójával. Jó estét kívánok! Ebből a főbevaló nincs jelen, de megidézzük szerintem. Jó. Egy picit hosszabb idézet következik, kérek egy kis türelmet mindenkitől, de a végén eljutunk a főbevalóig. Lendva Ildikó Facebook posztjából fogok idézni, ami Tusnádfürdő kapcsán született és az Orbán Viktor féle beszéd kapcsán. Azt írja, hogy kicsit szomorúan vettem tudomásul, hogy az egész 68-as elit elmegy a francba, most mi jövünk, már hogy Orbánék, már mint ők, antikommunista, keresztény elkötelezettségű, nemzeti érzelmű nemzedék idézőjelben. A Prágai Tavasznak, Szörényi Bródinak, Ginsbergnek, egy rakás könyvnek, zenének, a szabadság és az emberi jogok körüli kavarásnak, a háború helyett virág és szerelem hangulatnak annyi, helyette kultúrából itt van nekünk Németh Szilárd, Semjén és a Nemzeti Lőtér program. Illetve 68-ból maradt még Dajcs Tamás főbevalója, az a divat is akkor kezdődött, szólni kéne neki. Egy picit ilyen sírva vigadunk hangulatot éreztem ki ebből a Facebook posztból, jól éreztem? Igen, teljesen jól érezte, örülni nem volt minek. Ez a beszéd, tudnék, semmi olyat nem mondott, ami itthon optimizmusra adna alapot, sőt, én fenyegetőnek éreztem, nem csak ezt a most mi jövünket, mert már itt vannak, hanem azt is, hogy új korszakot építenek, és ezért szeptembertől mindenfajta változás, komoly változás lesz, szellemileg, kulturálisan, és nem tudjuk, hogy még, ezt gondolom az alaptörvényre utalt, és elég fenyegetőnek éreztem azt is, hogy ugyan bonyolult körmondatokban, de nem csak Közép-Európa vezetőjének jelentkezett be, mert már bejelentkezett egy-két helyre, hanem ugyanakkor azt is mondta, hogy az oroszoknak kell egy ütköző zóna, mindig is kellett, és nagyon úgy nézett ki, hogy ő ezt az ütköző zónát érti Közép-Európán, tehát egy orosz érdek zóna vezetőjének jelentkezett be, amit nem igazán tartok megnyugtatónak. Hát ez az ütköző zóna, ez egy különös emléket ébreszt az én fejemben. Annak idején, amikor az Antal kormány megkötötte az ukrán-magyar alapszerződést, ebből óriási perpatvar kerekedett. Az egyetlen logikus érv sok volt, de a legfontosabb érv az volt, hogy az orosz medve nem alszik. Magyarország akkor lehet nyugodt, hogyha Oroszország és Magyarország között van egy pufferállam, ezt hivatott betölteni Ukrajna, és ezért írtuk el az alapszerződést, és fogadtuk el, és ismertük el Ukrajna államiságát. Hát ez egy teljesen más közelítése ennek a kérdéskörnek. Na de hát általában ilyen tisztségekre, mint az Európai Unió egyik vezetője, nem bejelentkezni szoktak, hanem meghívnak oda olyan embereket, akiket az Európai Unió politikai közössége erre alkalmasnak tart. Hát még odébb vagyunk ettől a döntéstől, választások lesznek, és nem fest olyan jól a dolog, mint ahogy ez a tusványos beszédből ki sejlett, hiszen a Fidesz az épp a kizárás határán van az Európai Néppártból. Tehát ha az Európai Néppárt ezt már megnyeri... nagyon régóta mondja az ellenzék, és soha nem következett be. És mondjuk. Orbán Viktor is azt mondja, hogy maguktól nem fogja. Söfri György most jelent meg vele egy interjú. Vagy igaz, vagy nem, de igen, de a Néppárt még sosem lépte meg. Az rendben van, csak nagyon kicsi az esélye mondjuk annak az embernek, vagy annak a pártnak, hogy vezető embert adjon, aki a kizárás határán van. Vagy a kilépés, vagy a kizárás határán, nem mondom, hogy ki fogják zárni, de hogy onnan nem nagyon fognak vezetőt választani, aki naponta háromszor fölrúgja az Európai Unió összes írott és íratlan szabályát, hát miért tennék? Hát önmaguk ellen cselekednének. De ugyanakkor Orbán Viktor arra ráérzett, hogy az egész Európai Unió, főleg a migrációval küzdő országok azért abba a szigorúbb irányba indultak el, ha jóval később is, mint amit ő mond régóta. Erre kétségkívül ráérzett, hiszen ő eleve erre a hullámra ült föl, és ebből csinált magának és a rezsimjének vonzerőt, de éppen emiatt azért ő tartozna az európai parlamenti választás előtt egy vallomással, vagy egy nyílt beszéddel az országnak, melyik frakcióba akar beülni, már ha hagyják. Ez azért egy alapkérdés, mielőtt választani megyünk. De ez kiderült ebből. Azt mondta, hogy a Néppártból csak elzavarni lehet minket. És az is kiderült, hogy ugyanakkor olyan dolgokat mond, amit a Néppárt országainak egy része nem oszt.
Hát ő olyat hív keresztény demokráciának, amiből egy fél mondatot nem venne magára a német keresztény demokrácia. Tehát én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azt az elzavarást, aminek tényleg most nincs jele, nem is fogják nyilván a választás előtt gyengíteni ezzel az egységüknek, hogy ő nem akarja-e kiprovokálni. És arról pedig beszélnie kéne, hogy akkor ő kikkel akar közösködni. Merkellel nyilván nem, egy csomó más állammal, akire céloztál, hogy akár el is zavarhatnák, megint csak nem, akkor kivel? Lehet, hogy mégis a Jobbikkal ülnek majd közös frakcióba? Szóval én szerintem ő nem meglovagolta a migrációtól való félelmet, hanem gerjesztette. Azért az nagy különbség, tehát ő volt az egyik előidézője ennek az egész hangulatnak, ami Európa egy részét eluralta, de egy kis részét. Hát azért Nyugat-Európában komoly választások voltak az utóbbi két évben, és hiába voltak nagyon nagy reménnyel induló pártok, akár Németországba, akár Belgiumba, akár sehol nem értek el jelentős eredményt, és hát jelen pillanatban két meghatározó politikusa és politikai ereje van az Európai Uniónak, az egyik az a Macron, a francia Macron, a másik pedig a Merkel, akinek a halálhírét, politikai halálhírét azt évente 365-ször kelti a kormányzati sajtó. És hát, a szociáldemokraták nem szerepeltek jól. Tessék? Nem szerepeltek jól a szozdemek. Nem szerepeltek jól, persze nem szerepeltek jól, de az új párt, az alternatív német párt se hozta azt, az alternatív Németország nevű párt se hozta azt az eredményt, amit várt tőle az európai jobboldal, vagy szélső jobboldal. Tehát a választók azért bölcsebbek, látják a veszélyt, látják, hogy ennek a populizmusnak milyen veszélyei vannak, és nem buták felismerni. Az viszont idehaza látszik, hogy ez a tematika abszolút tudja mozgósítani a fideszes szavazókat, vélhetően az EP kampányban is fogja tudni, de mennyire szimpatikus az egy fideszes szavazónak, hogyha ő elképzeli, hogy akkor lehet, hogy az én pártelnököm már európai szintéren is fontos politikus lesz. Nyilván ez az üzenet azért nem annyira Európának szólt, mert ott valóban inkább hívják az embert, mint sem, hogy valaki kiskét újjal jelentkezik. Ez hazaszóló üzenet volt, hogy én olyan fontos vagyok, én teszlek titeket, magyarokat fontossá, és emiatt talán felejtsük el, hogy itthon mennyi minden nincs rendben, mert nem akarom sorolni, hogy mennyi minden nincs rendben, amiről most megint nem esett szó. Elhangzott egy homályos ígéret, hogy majd 2030-ban az 5 legjobb ország közé tartozunk. Hát ez jó, ezt most nem is akarom minősíteni, hogy milyen szempontból fogunk, és mi lesz a többivel, amelyik most sokkal jobb nálunk. De egyéb belpolitikai üzenet nem hangzott el azon túl, hogy nagy ember leszek, és nagyját teszlek titeket. A tét emelése az pontosan elég volt. Az ő célját ezzel eléri. Hát, mozgósítani, bevezetni a kampányt. A demokrácia az általában attól működik jól, ha jól és pontosan informált állampolgárok racionális döntéseket hoznak. Ebbe a tusványosi beszédbe egyetlen egy olyan elem nem volt, ami valami jövőkép lenne egy átlag magyar polgár számára. Mitől lesz neki jobb, hogyha például, ne adj Isten, Orbán Viktor európai pozíciót kap? Nekünk attól jobb lesz? Egyetlen egy... Miért nem beszél például arról, mert engem mindig az érdek, hogy miről nem beszél? Hát Horvátország az épp olyan uniós tagország, mint mi, és ott a bíróság hozott egy olyan ítéletet, ami hát nagyon nagy terhet vett le az ottani devizaadósok válláról. A magyar bíróság, aki ugyanolyan jogrendszernek a része, sőt az OTP, akinek ott van bankja, mert a Split Bank az az övé, rengeteg pénzt fog kártérítést fizetni, itthon meg nem fizet. Na most erre kéne a magyar miniszterelnöknek válaszokat adni, hogy az hogy lehet, hogy az egyik európai uniós tagországban ez a dolog működik, a római jog alapján, mert ugyanaz mind a két országban a római jog alapján működik, itt meg miért nem? Ilyeneket megkerül. Félretájékoztatja, hülyeségekkel tömi ki az emberek fejét. Hát kit érdekel az, hogy nem egy miniszterelnöknek szolgálnia kell, nem az egyéni életstratégiáját és életpályáját. Ő úgy fogja fel, hogy a devizet hitelesek ügyét már elrendezték. De hogy rendezte volna el? Egyébként meg a bíróságok függetlenek, úgyhogy nyilván nem lehet beleszólni abba, bocsánatot hogy kértem,
döntések a bíróságok, amikor ugye a kúria hozott egy olyan döntést, ami a bankszövetséget elmarasztalta, két nap múlva bocsánatot kértek a bankszövetségtől. Na ilyet egy szabad országban egy független bíróság még véletlenül se enged meg magának, ha meg megengedi magának, utána elsüllyed a szégyenétől, mert oda a szakmai tekintélye és becsülete. Tehát én sokat szoktam emlegetni a tanult tehetetlenség fogalmát. Az, hogy Magyarország ebbe az ügybe hallgat, hogy az ellenzéki pártok közül komolyan senki nem szólalt meg ebbe az ügybe, amit közel 1 millió embernek az életét változtatná meg, sőt, hát a következő generációit is, mert ezek az adósságok öröklődnek. Kiköltöztetések, tönkremenetelek, egyéni tragédia, ezek a nagy kérdések. Érdekes lenne megnézni, hogy a Fidesz szavazók körében milyen a devizakárosultak aránya. Valószínűleg mert kisebb, igen. De azért ott vannak valószínűleg. Szerintem hát a szegények ott vannak, akik nem az a baj, az előbb ugye mondtam, hogy mikor működik jól a politika, hogy jól tájékozottak, racionális döntést hoznak. Rosszul tájékozottak, irracionális döntést hoznak. A Fidesz szavazók zöme az saját életére vonatkozóan is irracionális döntéseket hoz, mert ebből a konglomerátumból, abból a 2 millió emberből igen kicsi az a réteg, akinek ebből kézzelfogható haszna van. Lelki öröme az van, mert olyanokat mond a miniszterelnök, ami neki tetszik, de ezen kívül na de a szavazót nem lehet lecserélni. Nem, persze. Fel kéne világosítani. Azt gondolnám, hogy ez az úgymond lelki öröm, ez nem lebecsülendő. Uh-huh. Orbánnak uh-huh. tulajdonképpen ez a titka, ugyan a devizahitelesek ügyében szerintem szóltak az ellenzék Szakács Lászlótól, még a Jobbikig is sok mindenki, de ő ezt az egész problémahalmazt leönti egy ilyen nagy nemzet vagyunk és leszünk mázzal. Nagyon emlékeztet ez engem, nem véletlen a sokfajta történelmi folytonosság teremtése arra, hogy a Horthy korszakot, amiben szintén volt 3 millió koldus meg kivándorlás, jól végig lehetett hatalmilag menedzselni azzal, hogy Nagy Magyarország, Mennyország, Csonka Magyarország, nem ország. Orbán nyilván nem, vagy remélem területi revízióban gondolkodik, hát nem elmebeteg, föltételezem, de ezt lelkileg akarja spirituálisan megadni, hogy Nagy Magyarország lesz, olyan módon, hogy ő mármint fújja a passzát szelet Európában. Ettől senkinek nem jobb, de ahogy Horthynak sikerült ezzel híveket szerezni, szerintem neki is. Senki ne felejtse, a lelki öröm nem lebecsülendő tételmondattól folytatjuk egy rövid reklám után. Mondtam, hogy gyorsan folytatjuk, és így is van Lendvai Ildikóval és Herényi Károlya. Ott hagytuk abba, hogy ha pontosan idézem, a lelki öröm sem lebecsülendő, és hogy valamiért kéne az ellenzéknek adnia, és ebben jó nagyon a Fidesz, egyébként a határon túliak körében is. Ez a titka? Sőt, ott még jobb. De hát arról volt szó, hogy ugye a Horthy korszakban Nagy Magyarország képével adta meg ezt a lelki örömet, na de azért az értelmesebbi akkor is látta, hogy ez egy cifra nyomor. Tehát lehet a nyomort szépíteni, meg mindenféle pöttyöket ráragasztani, meg mindenféle dolgokat, de attól az nyomor marad. Tehát ha valaki lelkileg jól éli meg a nyomort, az egy kicsivel jobb állapot, mint ha nem jó, de az akkor is nyomor. Na most az emberi méltóság és az életünk egyszerisége és megismerhetetlensége az azt jelenti, hogy hadd éljen már mindenki úgy, ahogy szeretne normálisan. Tehát a tehetsége szerint. Tehát ne a kormányok, meg ne a miniszterek mondják meg, hogy most merre kell menni, keresztény Magyarország. Hát majd eldönti minden ember, hogy keresztény akar-e lenni, fölveszi vagy ezt a hitet vallja, vagy már ez abszolút, hát Erdélyben volt ugye valamikor az 1700-as években az első olyan országgyűlés, tordai országgyűlés, ahol a világon először kihirdették a vallásszabadságot. És akkor a 21. században arról beszélni, hogy és hülyeségeket, mert hát azért ennek a kereszténységhez az ég a világon semmi köze, a papság hallgat, pedig hát rajtuk aztán belük, aztán nagyokat rúg ezzel a kereszténység értelmezéssel. Szóval ez nem illő dolog. Ez nem Európa közepéhez illő dolog. Neked ebben igazad van, de ettől még egy csomó szavazónak ez valamit jelent. Te meg én nem szavazunk rá valóban, meg a Horthy korszakban sem volt mindenki hortista, pont a népi írók, akikre most annyira visszanyúlnak, bőven leleplezték ezt a korszakot. De úgy tűnik nekem, hogy az, hogy Orbánék éppen a kiszolgáltatottabb, szegényebb
néprétegek közül szerezték a legtöbb szavazót, hogy volt egy ilyen sajátos szavazócsere, hogy a régi baloldali bázis ment el oda szavazni, az azt mutatja, hogy olyan fajta bizonytalanság és kiszolgáltatottság van, nem csak a migrációs félelem, azt gerjesztik valóban, de a gazdasági világválság óta, meg az egész társadalmi bizonytalanság, külpolitikai bizonytalanság óta annyi bizonytalanság van, épp azokban az embereknekben, akik saját erejükből nagyon nehezen tudnak kitörni, hogy valami ilyen nagy emberre, nagy országra, hatalomra, biztonságra vágynak, ez a lényeg. Na, és ez volt a lényeg annak a videónak is, amit szeretnék ideidézni, az Index csinált egy összeállítást arról, hogy a Tusnád fürdőn ott lévő fiatalok nyilván nem reprezentatív, de miket mondtak az Orbán kormányról. És akkor volt egy olyan, aki úgy fogalmazott, hogy hát persze mi is tudjuk, hogy stadionok helyett kórházakat is lehetne építeni, meg azért a kis királyokat egy kicsit vissza kéne fogni, de minden rendszernek van előnye, a hátránya, a Fidesznél ezzel kell együtt élni. Volt egy ilyen irányú vélemény. Aztán volt az, hogy nagyon fontos, hogy azt érezzük, hogy az anyaországban van, kire számítsunk. Na, nagyon az fontos a magyar oktatás a Fidesznek, a helyi magyar oktatás, a Szapiencia Egyetem, és ezt ők érzik. Nagyon fontos az, hogy a kettős állampolgárság miatt máshogy néznek rájuk Európában, nem románként, hanem magyarként, és ennek jobb a megítélése. Ez lassan ezek rosszabb mind, lesz, tehát ők így élték meg, mind kézzelfogható és teljesen akceptálható érvek, nem? És ehhez képest ugye az ellenzék azon morfondírozott, hogy felüljön a pódiumra, ne üljön föl, és ott sétálgasson. Itt azért egyet kiragadnék, bocsáss meg, Kacsi, mindjárt átadom a szót, abból, nem, amit nyugodtan a fiatalok mondtak, hogy éppen azt méltányolják, helyesen és érthetően, amit az ottani magyar oktatásnak biztosít a Fidesz. Az a Fidesz, amelyik itthon tudjuk, hogy leépítette az oktatást. Nekem az az érzésem, hát, sőt, ez biztos, hogy a Fidesz kint a Jobbik arcát mutatja. Ott ad támogatást kis- és középvállalkozásoknak, miközben ugyanott Varga Mihály jól lesúrja a magyar kis- és középvállalkozókat. Ott ad, valóban ad támogatást magyar nyelvű oktatásra. Itthon meg az van, ami van. Hát ez a kettős állampolgárság tényleg nagyon fontos. Az, hogy ez így alakult, annak sajnos Gyurcsány Ferenc az oka. Ezt nem el kell, hogy mondjam, mert mi 2004-ben és 2005-ben legalább ötször adtuk be az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvényjavaslatot, módosító javaslatot. Dávid Ibolya, meg az frakció, meg én jegyeztem ezt. Minden alkalommal a kormány elutasította. Arra hivatkoztak, a legutolsó hivatkozási alap az volt, hogy 539 milliárdba kerülne. A Fidesz se támogatta egyébként soha, tehát a legjobb esetben tartózkodott, vagy elutasította, tehát a miénk nem kellett, pedig abban nem volt szavazati jog, meg nem voltak ilyen. Az csak ezzel akartuk a Trianon okozta sebek utolsó szálait elvarni, amíg szabad sebet elvarni, hogy legalább lélekben ide tartozhassanak ezek a drága jó határon túli magyar emberek. Ha ezt akkor az akkori parlamenti többség, mert akkor a Fidesz kisebbségben volt, elfogadta volna, akkor ezt nem tudta volna meglovagolni ennyire Orbán Viktor, mert ez nem az ő ötlete. Ettől függetlenül egy fontos és nagyon jó intézmény. A másik dolog, hogy azért ezek a határon túli erdélyi fiatalok nincsenek kiszolgáltatva a kormánymédia azon elsöprő áradatának, aminek a magyar fiatalok kivannak, meg a magyar nézők, ha azt nézik. Hát most már az ATV-n kívül a Hír TV napjai szerintem meg vannak számlálva. Nem lesz olyan televízió, amin az igazságot lehetne elmondani, hanem propaganda lesz, és hát a propaganda az a maga hatását Göbbelsz óta tudjuk, hogy hogy fejtik ki. Igen, de azt is tudjuk, hogy a fiatalok hát egy nagy része nem is fogyaszt tévét, tehát internetről tájékozódik, ott pedig ez nem igaz. Ez így van, de az interneten sem föltétlenül a közéleti híreket fogyasztják természetesen. Hát van, aki igen, van, aki nem. Nekem persze kicsit más a véleményem a kettős állampolgárság történetéről, de ebben most nem megyek bele, mert van fontos szál, amibe viszont belekapaszkodnék. Karcsi, az előző megszólásodban emlegetted az emberi méltóság fontosságát, itt fölmerült a biztonság fontossága. Azt hiszem, hogy Orbán arra bazíroz, hogy ezeket az alapértékeket Erdélyben és főleg itthon saját magához kösse. Nem személyes méltóságod van, én adom meg, mondja Orbán az ország méltóságát. Nem
veled együtt, szolidáris módon csinálunk egy valódi biztonságot, hanem én adom meg a biztonságot a különböző képzelt ellenfeleknek. Tehát még az értékeket is magához köti, ez az a bizonyos érzelmi hatás, amivel hódít, és ezzel kell szembe menni, amiket te is mondtál, a valódi emberi méltóság garanciáival, azok hogy néznének ki, hogy néz neki a valódi biztonság. Hát igen, de ezzel nagyon nehéz lesz az ellenzéknek versenyezni, mert ugye a biztonság hogy jelenik meg helyben, hogy ott van Orbán Viktor helytartója, mondjuk így a polgármester, bárki, akihez lehet fordulni, és nincs más. Tehát, hogy ezzel... Akkor nincs más, ha, mint ahogy ők tették, lesoktatták az embereket egymás segítéséről. Biztonságot kétféle dolog adhat, vagy valaki hatalom, aki hát a szolgáját idézőjelbe végül is, hát enni is ad neki, mert szüksége van rá, vagy az ad biztonságot, hogy számíthatunk egymásra. Ezt nem véletlenül ölték ki a magyar társadalomból, de hogy nem véletlenül teremtettek részvétlenséget hajléktalantól menekültig mindenki iránt, mert így a biztonságnak ez a visszintes, egymástól kapott szintje eltűnik, és csak fölülről lehet válni. De kiölte, vagy csak felismerte, hogy ez finoman szólva sem erőssége a magyar társadalomnak? Azért ölt rajta, szerintem. Ölt rajta. Szóval, amit vázoltál, ez a modern, ez a paternalista társadalmi berendezkedés, és mi mindig azon nyavajogtunk, hogy a Kádár rendszer az paternalista volt. Most a Kádár rendszer ehhez képest, hát az egy hát semmi. Hát szóval abban már, különösen az utolsó időszakban sokkal nagyobb volt a személyi szabadság, különösen mióta meg lehet hirdetve az illiberalista állammodell, vagy államfelfogás. Szóval ez azt jelenti, hogy ebben a felfogásban, ugye a rendszerváltást annak idején azért csináltuk két dolog miatt. Az egyik az, hogy egy olyan országot teremtsünk, ahol ha megszülettél, szorgalmas vagy, némi tehetséged is van, és kitartásod is becsületes, akkor bármi lehet belőled. Nyitva van előtted a társadalmi felemelkedés minden útja és pályája. Ez mára abszolút nem igaz, hiszen olyan nagy különbség van a társadalmi javak és jövedelmek elosztásában, ami ezt lehetetlenné teszi. A másik pedig az volt, hogy aki meggazdagodik, az becsületes úton gazdagodik meg, erre garanciák kell, hogy legyenek, hogy csak törvényekkel, törvények által betartott úton lehet bizonyos gazdagsághoz jutni. Ennek aztán meg most már totálisan vége van. Ezzel hát nem csak az amerikai, hanem a magyar állami szerte foszlott, mert úgy látszik, hogy ebből egyre jobban belegabajodunk, de hogy valami reményt pont az egyik nagy példakép, Putyin esete, amit nekem nagyon nagy reményt adott. A foci VB idején kitalálta Putyin, nagyon jól időzítve, mert jó tanácsadói vannak, meg okos ember, hogy akkor jelentette be a nyugdíjkorhatár jelentős megemelését. Igen. Na, most akkor azt mondták az oroszok, akik egyébként nagyon cáratyuskát imádó, akár benne és Putyinba imádó emberek, hogy na most aztán elég lett. Tehát soha nem tudja egy ilyen diktátor típusú politikus számára a legnagyobb veszély az, hogy soha nem tudja, hogy hol van az a pont, hol van az az utolsó csepp. Ezt még elfogadták. Hát ezt még lehet, ezt még. Egyszer csak azt mondják, hogy nem. Tehát ez előbb-utóbb nálunk is be fog következni, független attól, hogy milyen politikai mozgások vannak, előbb-utóbb mindenki a saját életén, akár Fidesz szavazó, akár nem, észre fogja venni, hogy most már nem babra megy a játék, hanem ezt az ne várjunk ő... ki, mert ez nem tudom, hogy hát, hány év. Ugye 2030 most a következő dátum, ami felsejlik. Ez két nap alatt. Mondok egy példát rá, amikor olyan dologhoz nyúlt az Orbán kormány, ami nem tetszett a népeknek, az internetadó ötletét elővették, akkor az emberek úgy érezték, hogy ezzel a privát szférájukba olyan mélyen nyúlnak bele, hogy két nap alatt visszavonták. Ilyen még lesz. Tehát ez független attól, hogy milyen politikai mozgalmak... Igen, de mozgalmak... azért amikor az a tét, hogy ezután a kormány után kijönne egy felfordulás közepette, azért az emberek felmérik, hogy ez valóban, a Jobbik, ez az LMP, nem, ez az MSZP, jön az ellenzék ez a szerepe, bár a különböző országokban az arab tavasz idején, hát ott se nagyon azt nézték, hogy ki fog kormányozni, de baj is lett belőle, tehát nem ezt kívánom. De azért itt érdemes figyelembe venni, bár most nem hangzott el az Orbáni jóslatot, hogy előbb-utóbb gazdasági válság lesz, én ugyan remélem, hogy nem lesz, de az nem véletlen, hogy ő most minden disznóságot ebbe az első évbe akar alaptörvénymódosítástól kezdve belesusakolni. Valami veszélyt ő is érez. Sajnos a veszély leginkább ő maga, és még külpolitikailag is veszélyesnek látom ezt a
nagyra törő ambíciót, ugyanebben a Facebook bejegyzésben írtam azt, hogy hát a nadrágjába belenőtt, de az országot mintha kinőtte volna, de ez viszont nem jó az országnak. Direkt örvendezve mondta, hogy hát a Trump jóvoltából most jönnek a kétoldalú kapcsolatok, és nem egységesen lép fel Európa. Hát könyörgöm, egy ekkora ország, mint Magyarország, kétoldalú kapcsolatokban csak a rövidebbet húzhatja, mint ahogy Putyinnal is azt fogja húzni. A mi egyetlen bástyánk egyfajta európai egység lehet, és most még szinte az egyetlen szövetségi rendszerét is kezdeni a putyinozással szétzúzni. Ő maga mondta ezt már viszont Tusnádfőben, hogy hát sajnálatos módon a lengyeleknek van egy ilyen orosz érzékenysége. Na, hát Oroszországgal, Putyinnal kezdtük, és egy hatalmas kör lejéve ott fejeztük be. Köszönöm szépen.